Köszönjük szépen, köszöntünk mindenkit, és mielőtt elkezdenénk Zsolttal az előadást, azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki az előző előadást látta, és itt volt Károlynak az előadása? Nagyon jó. Károlynak volt egy olyan víziója 2025-ből, amikor kapunk egy levelet, és hát igazából ez egy olyan világból jött, amikor monitoroznak gyakorlatilag mindent, és beavatkoznak az életünkbe már. Na most mi pont ezt szeretnénk egészséges keretek között megvalósítani, illetve erről beszélnénk. Jó. Eljön az az idő, amikor fontos lesz saját magunk és mások egészsége. Gondoljuk mi, különféle okok miatt. Na most ekkor a jobb érzésű ember el kell sportolni, több gyümölcsöt eszik, de mi informatikusok vagyunk, és mi erre a problémára egy teljesen más választ adtunk. Fogunk egy kliens oldalt, és ugye van egy olyan problémánk egyre inkább, hogy hozzánk nőtt a telefon, ami már nem is feltétlen telefon, vagy nem csak ezt a célt szolgálja, hanem gyakorlatilag a fél irodánk kezen lakozik. Kezdetben ugye mi a okostelefonokra kezdtünk el fejlesztéseket. Igazából kettő platformon, ugye az Androidon és a Windows Mobile-on. Alul látszik, hogy ugye az eladásokból meg a népszerűségéből miért kezdődött az Androiddal. Aztán a Windows Mobile-nak a fejlődését, hát megpróbáljuk azt is meghonosítani. Tehát kell nekünk egy mobil alkalmazás, ami adatokat tud gyűjteni, illetve adatokat tud küldeni. Aztán, ha már ugye egészségmonitorozásból indulunk ki, akkor ezeket az értékeket valahogy össze kell gyűjteni. Ehhez adatgyűjtő szenzorokat kezdtünk el gyűjteni. Ezeket igazából két csoportra osztva vannak egészségügyi szenzorok, ilyenek például a vérnyomásmérők, amiknek van asztali formájuk, van ambuláns vérnyomásmérő monitorok, amik előre programozott tervek alapján végeznek méréseket, vércukormérők, EKG-k, EEG-k, akár testsúlymérleg, és még számos olyan egyéb szenzor, amivel eddig még nem foglalkoztunk. Aztán, hogy nem csak ennyire komplex és egészségügyi szenzorokat, hanem mezei egyszerű pulzusmérőket vagy pulzusöveket, illetve ha már a telefonokban ott lakoznak különböző belső szenzorok, például a 3D gyorsulásmérő vagy a GPS, adott esetben még gyroszenzor is, hogy ezeket is ugyanúgy ki lehet használni. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elküldtük az embereket, éljék a saját életüket, körbe raktuk szenzorokkal, zsebükbe raktunk egy mobiltelefont, és így már az orvosok valós időben saját életkörülményeik között az összes fontos egészségügyi adataikat hasonló grafikoknakon tudják látni, tudják elemezni, bármikor meg tudják nézni, nincs helyhez, időhöz kötve a dolog. Akár táblázatos formában is megtehetik ezt, teljesen jó, eddig semmi extra nincsen megjelenítéssel kapcsolatban. Viszont nézzük meg, hogy valójában mennyi is ez az annyi. Tehát mennyi az az adat, amit mi mondjuk egy egyszerűen EKG mérés kapcsán mondjuk az orvosokra zúdítunk, illetve fel kell nekünk dolgozni. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Van két foci csapatunk, Madrid-Barcelona talán, és van egy edzőnk, volt egy edzőnk. Az egyik csapatnak volt, a másiknak is volt. És hát a jó edző igazából az tisztában van mind a két, tehát az ellenfélnek is az aktuális állapotával, a játékosainak aktuális állapotával. Tehát azt mondja, hogy igazából 2x11 játékos van a pályán, 90 perc alatt, EKG adatokat rögzítünk róluk, 5 csatornán 600 Hz-el. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 600 mérést végzünk, 5 darab értéket kapunk. Mi lesz ebből? Nos.
összesen akkor keletkezik 22x90x60x600x500, tehát körülbelül 356 millió adatunk. Hát jó, de most ez valójában mennyit jelent? Mennyit ér ez az adat? Legyen egy adat 2 byte. Beszorozzuk 2-vel, egy mérkőzés alatt keletkezik nekünk 712 megabyte adatunk. Ez csak maga az adat. Tovább számolunk. Ez azt jelenti, hogy ha mérésenként áraljuk ezt az adatot, hozzárakunk egy 8 byte-os időbélyeget, mondjuk sok usert akarunk kezelni, arra is egy 8 byte-os ID-t adunk, és lehet tudjuk, hogy mit akarunk mérni, még egy 1 byte-os szenzor ID-t, ez megint körülbelül 750 megabyte adat. Hát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy mérkőzés alatt másfél giga adatunk keletkezik. Ez csak egy mérkőzés. Egyszerre hány mérkőzést játszanak a világon? Sokat. Na nézzük meg, hogy ez a másfél gigabájt adat, ez körülbelül mekkora kihívás a világ informatikai rendszerei között. A CERN az ismerős valakinek? Na, szóval a CERN-be azt mondják, bocsánat, Mourinho azt mondja még nekünk, hogy ő ezekből az adatokból pulzus szeretne számolni percenként. Tök jó, csinálja, megteheti ő az edző. Tehát összehasonlítva mondjuk a CERN-es adatfeldolgozással és egy foci meccs egy edző aktuális igényeivel, azt mondhatjuk, hogy csúcsidőben a CERN-ben a szerverek között 10 GB per másodperccel mennek az adatok. Nekünk van mérkőzésenként másfél gigabájtunk. Ez azt jelenti, 36 ezer mérkőzés az új a CERN-nek a csúcsát kijátsza nekünk. Nézzük meg a feladatokat. Egy nap alatt a CERN-ben 1 millió folyamat fut le. Egy mérkőzésen azt mondja, hogy 118 ezer adatpulzust kell meghatározni mérkőzésenként. Jó, hát ha ezt egész napra vetítjük, az azt jelenti, hogy igazából egy fél mérkőzés alatt egész napra vetítve körülbelül annyi adatot kéne meghatároznunk egy foci meccsét egy edző kedvéért, mint amennyit jelenleg a világ egyik legnagyobb adatközpontja feldolgoz. Hát, mi ebből a tanulság? Van az az adatmennyiség, ami magával ragadja még az orvosokat is, és ez így ebben a formában gyakorlatilag használhatatlan volt a számukra, mert olyan mennyiségű adatot zúdítottunk rájuk, amit egyszerűen képtelenek voltak feldolgozni. A megoldás... El kell kezdeni számolni. Mégpedig EKG-ból próbálunk pulzust, és mindemellett egyéb minden más paramétert. Aztán gyorsulásmérőkből tudunk számolni, lépéseket detektálni, aktivitást monitorozni, meg lehet nézni, hogy akár az előző foci meccsös példához visszatekintve egy-egy játékos mennyire volt aktív. Nem túl nagy számítást igényel mondjuk a magyar válogatott. Aztán, hogyha nem csak ezekből a értékekből, nem csak ezekből a nagy mintavételezésű adatokra gondolunk, egy-egy vérnyomás, ami maga a mérés, az nem tart tovább 2 percnél. Napi szinten, hogyha valaki egészséges vagy egy jól beállított magas vérnyomással vagy kardiológiai problémával küszködik, akkor 1-2 mérést van szüksége napi szinten. De azért előfordulhat az, hogyha valakinek egyrészt megpróbálják diagnosztizálni a betegségét, akkor azért ugye erre vannak az úgynevezett automatikus vérnyomásmérő monitorok, naponta 2-300 mérés is létrejön. Ezek önmagukban egy-egy mérés, az nem túl informatív, innentől kezdve különböző statisztikai számításokat kell velük végezni, és hasonlóan működik ez ugyanúgy akár a vércukormérés esetében. Akinek nincsen vércukor problémája, vagy hasnyálmirigy problémája, az ezekről semmit nem tud. Ellenben egy-két embernek azért naponta 10-15-ször is meg kell mérni a vércukorszintjét, és ennek megfelelően kell beállítani a gyógyszerezését. Ez
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a megjelenítő rendszer ki kellett egészítenünk egy számítási alrendszerrel, és hogyha ezt rákötöttük a webes felületre, akkor gyakorlatilag az teljesen használhatatlan volt. Mi számítási alrendszerként az MTS-t, aki párhuzamos elosztott laboratóriának VSPGrid GUse rendszerét használtuk, ami igazából egy több rétegű webalkalmazás, különféle webalkalmazásoknak az összessége gyakorlatilag. Van egy webes interfész, ahol lehet folyamatokat definiálni, ezekből a folyamatokban lehet leírni azokat a számítási összefüggéseket, amiket később az orvos szeretne látni, illetve mindenféle háttérműveleteket elvégző más webalkalmazásaik. És van egy futtató réteg ebben a rendszerben, ami különféle számítási middleverekkel képes a különböző számítási middleverekkel képes a megadott folyamatokat elindítani, lefuttatni. És hát amikor ezt integráltuk a rendszerbe, akkor gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy a szenzortól beérkeztek az adatközpontba a különféle mérések, majd a háttér folyamatban elindítottuk ezeknek a kiértékelését, amik szintén visszajelentették az értékeket ide az adatközpontba. Így gyakorlatilag ugyanazt a megjelenítést lehetett itt használni, és ugyanazt a módszereket a számított adatoknál is, mint a mért adatoknál. Gyakorlatilag semmilyen különbség nem volt köztük. Tehát ez azt jelenti, hogy a számítási eredmények outputja is olyan volt, mint a beérkezett szenzoroké. Na most már elértünk arra a szintre, hogy tudunk mérni, bejönnek az adatok, és ezt le tudjuk olyan mértékűre redukálni, hogy az ember, egy orvos akár, vagy egy edző felbírja, tehát értékelni tudja azokat, amiket lát, ne vesszen el az adatmátrixba. Ekkor jöttek a további problémák. Hogy is kerül bele egy páciens az adott rendszerbe? Még mielőtt bárki is használatba tudná venni az adott rendszert, létre kell hozni magát azt a felhasználót, ami alapján azonosítja a rendszer. Mindenféleképpen ugye kell egy user ID. Majd jönnek különböző személyes adatok, például a páciens neve vagy a személy neve, mivel elég gyakori egyre inkább a névváltoztatás, és most már nem csak a férfiak esetében, nem csak a nők esetében, hanem a férfiak esetében is megadatott ez a lehetőség. Ezért kellett egy születéskori név, az anyja neve, a születési idő, aminek a továbbiakban azért lesz még, továbbiakban azért is van rá szükség, hiszen nagyon sok számítási művelet életkorhoz kötött, és éppen ezért szükség van a születési időre, amiből ki kell számolni az aktuális korát az illetőnek. Hasonló okok miatt van szükség a nemre, az már csak egy haba tortán, hogy milyen nyelven szeretnénk kommunikálni azzal az adott pácienssel. Lakcím, tajszám, és az a, akár egy e-mail cím, amin keresztül eljuttatjuk hozzá az adatokat. Miután összeálltak, hogy gyakorlatilag hogyan lehet leírni egy felhasználót, akkor végigmentünk rajta. Név teljesen jó, szöveges adat. Születéskori név teljesen jó, szöveges adat. Anyja neve még mindig jó, szöveges adat. Mi jött ezután? Neme teljesen jó, vagy férfi, vagy nő, még jelenleg. Lakcím még mindig szöveges adat. E-mail cím. Elérkeztünk az a részre, ami valójában egy szöveges adat, de hogyha már valaki látta az előző előadások között az MR System-ben Chris Hellmant, akkor lehet, hogy beszélt ezekről a dolgokról. Most már ezt, mint e-mail típus is lehetne kezelni, ami valójában egy szöveges adatot ad, de majd ebből még lesznek később bonyodalmaink. A születési hely és idő, ami igazából egy dátum és egy szöveg, amiből annyi problémánk lesz, hogy szeretnénk, hogyha mindenki a megadott böngészőjében a megadott környezetet használna, de hát ezek a böngészőkben eltérőek, nem jelennek meg. Úgyhogy gondoskodnunk kell, hogy az is dátumot lásson, akinek nem támogatja ezt a böngészője. Gyakorlatilag majdnem mindent jQuery-vel oldottunk meg, úgyhogy innentől kezdve az előadás része gyakorlatilag egy jQuery tutoriálnak is megfelelhet. A date picker-t használtuk. Érdekessége
year range tulajdonság, ami igazából szabályozza, hogy mettől meddig lehessen megadni benne neveket. Furcsa volt, amikor alapértelmezésből mondjuk 10 évvel ezelőttig lehetett felvinni születési dátum, bekattint megint 10 év, bekattint megint 10 év. Szerencsére volt egy property, ami ezt szabályozta. Jó, ezt is megoldottuk. Következő kihívást a tajszám jelentette. Tudja mindenki, hogy milyen formátum a tajszáma? Milyen formátum? 3-3-3 szám. Hogy szeretik ezt látni az orvosok? Kötőjellel, szóközzel. Mikor melyikkel? Igen, tehát hármasával tagolva kéne ezt megmutatni, úgyhogy csak számok legyenek benne, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy tajszám. Hát jó, semmi probléma, megoldjuk a dolgot, erre is van jQuery pluginunk. Mégpedig van egy ilyen mask pluginunk, aminek megadjuk, hogy milyen maskot szeretnénk. Milyen kitöltőkkel, és működik is a dolog. Na jó, de Németországban egy németnek milyen a tajszáma? Az már nem ilyen formátumú. Onnantól kezdve ezt ki kellett kapcsolni szegény embereknek. Úgyhogy. Hasonló problémába ütköztünk egyébként a telefonszámmal is. Ugyanez a megoldás volt rá. Oké, felhasználók nyelve. Hát alapból mi is úgy gondoltuk, néhányat felsorolunk, radiogomba választ. De hát olyan furán nézett ki egymás mellett, férfi, nő, angol, magyar, német, ukrán, stb. Legyenek zászló. Rádiógomb mögött hülyén nézett ki a zászló is, úgyhogy megint valamit változtattunk, kerestünk megint egy jQuery plugint, megtaláltuk a Selectable-t. Ez azt jelenti, hogy felsoroltunk, hogy milyen langok vannak, ezt megjelenítette, és ami ki volt választva, az megkapta az új Selected tulajdonságot. Hát, ezzel azért sokra nem mentünk, ugyanis, hogyha egy elitegnek adunk egy új selected class-t, az még szerver oldalon sehol sem jelentkezik. Ezért a stop funkcióját úgy valósítottuk meg, hogy ott kapjunk valami értéket. Na milyen értéket és honnan? Beállítottunk ezekhez az elitekhez egy lang attribútumot, hogy milyen ez a lang, és azt odaadtuk egy olyan változónak, egy olyan mezőnek, amit utána elposztoltunk a szerverre. Meg volt a nyelve. Köszönjük a jQuery-nek! Következő dolog, nem tudom hányan használtak HTML-ben olyan dolgot, hogy felőre kellett csak írkálniuk. 1, 2, 3, 4. Erre egyébként van érdekességképpen egy SUP nevezetű tag, ami ezt megvalósítja. Nem kell hozzá se CSS, se jQuery. Sajnos jQuery sem. Ezek után úgy gondoltuk, hogy ez így már jó. Hát igen, innentől kezdve ugye jön a jogosultságkezelések, ki, kinek és milyen adatait láthatja egyáltalán. Ezért már a regisztráció során hozzá kell rendelnünk az orvoshoz a beteget. Innentől kezdve különböző intézményeket és konkrét személyekre lehet lebontani. Na hát itt jött a következő probléma, hogy bontsuk le, hogy listázzuk, milyen csoportok legyenek, stb. Stb. Úgy gondoltuk, hogy ha az előző oldalon ezt a Selectable-t tudtuk használni, ez most is menni fog, ment is, ezt is egy ugyanolyan Selectable tagbe jelentettük meg. Az, hogy ki milyen csoportba tartozik, gondoltuk, hogy most már valamit keretrendszer jellegű információkat is használjuk fel, és lekérdeztük a keretrendszertől, ami egyébként esetünkben egy Liferay volt, és erről majd később lesz szó. Liferay-ben az User Local Service Util visszaadja a bejelentkezett felhasználónak az organizációit, és ezeket kérdeztük le, jelentettük meg, majd a kiválasztott organizációkhoz a benne lévő felhasználókat hasonló módon Ajax-szal. A végső megjelenítés az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a kapott listát odaadtuk egy ESP lapnak, majd bejártuk, és kirajzoltuk. Nem csináltunk semmilyen JSF-es és egyéb varázslatot, nem volt rá szükség. Igazából ennek az előadásnak az a lényeg, hogy nagyon egyszerű dolgokkal is lehet olyan megoldásokat csinálni, amik valójában talán még a felhasználóknak használhatóak is.
Ezek után megnéztük azt, hogy milyen eszközei vannak a felhasználónak. Mik azok az eszközök, amik odaadunk a felhasználónak? Ugye az elején bemutatott vagy egészségügyi, vagy fitness szenzorokat lehet odaadni a felhasználónak, de az a kérdés, hogy mettől meddig? Azoknak az eszközöknek milyen egyéb olyan beállítási lehetőségei vannak, amiket meg lehet oldani akár egy webes felületen, és nem kell feltétlen egy androidos vagy bármilyen érintőképernyős kisméretű telefonon elkezdeni bepötyögni. Mikor én elkezdtem először használni, funkcionális teszteket végezni magán az alkalmazáson, akkor befontam a hajam, és körülbelül 4 darab szenzor felvételéhez legalább fél órányira, és egy-két nyugtatóra volt szükség, mert hogy ugye van egy méretű ujjam, egy kisméretű érintőképernyős billentyűzet, és az esetek 70%-ában simán mellé nyom az ember, és akkor még mindig van ugye a prediktív szövegfelismerés, aminek köszönhetően bevitt karaktereket olyanra változtatja át a telefon, amilyenre ő szeretné. Tehát innentől kezdve nagyon-nagyon sok javításra volt szükség, és akkor mondtuk azt, hogy ezt nem így kell megoldani. Tehát gyakorlatilag a felhasználói eszközkonfigurációs rész is szerver oldalon valósult meg. Ez azt jelenti, hogy szerver oldalon webes felületen össze lehet kattingatni, hogy melyik eszközt ki, mettől, meddig használ, sőt, még a Bluetooth-os MAC address-t is meg lehet adni, amit utána beállítunk neki. Sokkal kényelmesebb egyébként ilyen felületen megadni egy MAC address-t, amire ugyanazt a Mask plugin tudjuk használni, amit már előzőleg is használtunk. Azt, hogy ez szerkeszthető legyen egyszerűen, vagy ne szerkeszthető, tehát ne lehessen mindenféle adatokat össze-vissza beállítgatni, egyszerű megjelenítés, és megjelenítés show és hide tiltó, elrejtő függvényekkel jQuery-ben meg lehetett oldani. Eddig is eljutottunk, egyre nagyobb volt az öröm, és az örömmel egyre fokozódtak az informatikai kihívások is. Felmerült egy új szó, egészségügyi protokoll, és ennek nem volt köze az FTP-hez. Ugye már néztük azt, hogy vannak olyan szenzorok, meg olyan eszközök, amiknek a mintavételezését előre lehet programozni. Hát ezeket a szenzorokat vagy a hozzájuk gyárilag kapott desktop alkalmazásokkal elkezdjük felprogramozni, vagy pedig megpróbáljuk beintegrálni ugyanúgy a rendszerbe. Ehhez szükség van, hogy ugyanazt a környezetet meg tudjuk teremteni a saját alkalmazásunkon belül, amit adott esetben azt a gyári programban lehet megtenni. És hát itt is jQuery-t használtunk, mi mást? Kétféle beállítást tudtunk megtenni, tehát egyrészt magára a protokollra vonatkozót, a mérés időintervallumára, illetve magára az eszközre vonatkozókat, mind a kettő egy-egy form, ugyanazon a weboldalon jelenik meg, amelyiket kiválasztjuk és elküldjük, annak a hatása érvényesül. Összességében a felhasználóhoz viszont mind a kettőnek az összege kerül le, és úgy állítja be a telefonján ezt a protokollt. Amit használtunk a jQuery-ből, újítapsz, elválasztani az eszközbeállítást és az időmegállítást, maga a form plugin, hogy kényelmesen tudjuk a formokat küldözgetni, és hát itt annyira nem látszik ezen a képen, picit ránagyítok, hát ha akkor. Az eszközbeállításokat egy ilyen legördítő listában jelenítettük meg, ez egy egyszerű according menü, erről a későbbiekben még lesz szó. Jó, illetve magát a mérési eredményeket egy táblázatba raktuk. Valami olyan táblázatot szerettünk volna, amivel lehet keresgélni, lehet rendezni. Volt rá egy jQuery plugin, DataTable plugin, ezt is felhasználtuk. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ez ki, ez a DataTable plugin. Szokásos módon egy JavaScript letölt, néhány CSS letölt, beinkludolt, majd azt mondtuk, hogy hát, ha már fontos, hogy az embernek milyen a paciensnek, milyen a nyelve, legyen fontos a felhasználónak is. És hát ez annyira jó ez a plugin, hogy ennek elkészítették a multilangos változatát is. Magyarán szólva elérhetőek a különféle nyelvekhez a felületi szövegei, így ezzel sem kellett foglalkoznunk. Haladhattunk tovább. Hát a következő lépés, most már annyit programoztunk, nem úsztuk meg ügyvédek nélkül. Utána kellett járni, hogy az mind szép és jó, hogy mi
megpróbálunk egészségügyi adatokat gyűjteni páciensektől. De hát, hogyha megnézzük, ez a fönt kivetített 5 jogszabály csak egy szűk rétege azoknak a dolgoknak, amiket érintünk, mindamellett, hogy mi pusztán csak egészségügyi adatokat szeretnénk gyűjteni, elküldeni egy szervernek, és ott az orvosnak megmutatni. Ráadásul azt ugye már az elején beállítottuk, hogy ki ténylegesen az az orvos, aki láthatja. A legérdekesebb egyébként, ami számomra nagyon meglepő volt, az a 2003. évi törvény, az elektronikus hírközlésről szóló törvény, ami mezei egyszerűséggel csak azért foglalkoztat minket, mert hogy mi ezeket az adatokat vezeték nélküli kapcsolaton szeretnénk elküldeni. Mivel úgy néztem, hogy nagyon fogy az időnk, ezért az ügyvédekről nagyon röviden szerettünk volna, bocsánat, túlmentünk, tehát az ügyvédekről igazából és a szokásos szerződésektől mi sem menekültünk meg, ezért mondjuk egy ilyen beállító felületnek ennyiféle szerződés és aláírni való volt a kimenete, papíron persze. Oké, ezek után következett a mobil alkalmazás telepítése és konfigurálása. Mit kellett a mobil alkalmazáson csinálni? Ugye leültünk és eljátszottuk, hogy mégis mire volna szükség. Föl kell telepíteni az alkalmazást, drivereket kellett letölteni és beállítani, user ID-ket kellett beírni, a server URL-t, ahova az adatokat küldi a telefon, azokat beállítani, mérési protokollokat, ugye, amit az előbb már összekattingattuk, azokat is mind külön-külön kellett beállítani. Ezeket természetesen nem akartuk még egyszer pötyögni a telefonon. Megpróbáltuk, onnan indult az dolog, hogy ezeket a telefonon pötyögtük be, és egyetlen egy telefonos installációnak és szerveroldali regisztrációnak kb. 1 óra volt az ideje. Ugye ezt kivittük webes felületre, automatikusan telepítettük telefonra, ez kb. 10 percre rövidült. Az adatlekérés volt a következő rész, amit meg kellett néznünk, illetve meg kellett valósítanunk. Kitől mit kérünk le? Szokásos módon egy tab, egy table-ből választunk egy usert. Mit kérünk le? És itt visszakanyarodunk az according menühöz, ugyanis minden egyes szenzorhoz több tulajdonság is tartozik, amiket ő átad, ezeket tetszőlegesen egy legörülő menübe ki lehet válogatni, illetve ezeket mi egymásba raktuk. Tehát volt egy according menünk magukról a szenzorokról, és mindegyikben a saját tulajdonságokról is. Az, hogy ez működjön, a belsőt ki kellett rakni a szélességét autóra, mert egyébként nagyon furi dolgokat csinált. Na és akkor mennyit? Még egy rész volt, amit össze kellett a lekérdezésnél rakni, hogy mennyit kérdezzünk le a grafikonokból, táblázatokból, térképekből. Ez egy megjelenítő adatmennyiség, amit látni szeretnénk, illetve egy időintervallum, amiben jönnek az adatok. Miután ezt összeraktuk, elkezdtük megnézni, hogy mi van a szerveren. Hát a szerveren biztos, hogy volt egy Java, illetve valamilyen adatszerkezet. Megnéztük ezt az adatszerkezetet, hogy áll össze. Mit akarunk tárolni? Adatokat. Hát mi mást? Milyenek ezek az adatok? Szenzoronként eltérőek. Tök jó, most akkor szenzoronként eltérően hogy tároljunk adatokat? Felmerült az, hogy minden szenzorhoz csinálunk egy bint, egy entityt, majd azt letároljuk, és milyen jó, használhattuk volna az előző előadáson elhangzott dolgokat Gábornál. Nem ezt tettük, mert ez azt jelentette volna, hogy egy új szenzort illesztünk az alkalmazáshoz, akkor módosul a szerkezete, újra kell deployolni. Nézzük meg, hogy milyen egy pulzus adat rekordja. Mi van a pulzusban? Szívverés percenként. És mondjuk mi van egy GPS adat rekordban? 3 koordináta, sebesség, megtett távolság. Ennyi. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából, miután megvizsgáltuk, hogy ezek a szenzoronként eltérő adatszerkezetek eltérő számú kulcsértékpárból állnak össze. Hát akkor csináljunk kulcsértékpárokat. Mi más tettünk volna? Fogtunk egy JPA-s implementációt,
létrehoztunk benne 2 darab entity bint. Az egyik magát mondjuk a tranzakciót jelölte, amiben volt egy lista, ami a tranzakción belüli adatokat. Hát most igazából ezeket ne jelöljük, csak az ID-ket jelent. Az a lényeg, hogy volt 2 osztályunk, amit összekapcsoltunk. Mi lett ennek az eredménye? Tipp. 1 darab tábla. Ezeket fel. Senki. 2 darab tábla. 1, 2. 3 darab tábla. 1, 2, 3. 4 darab tábla. Ingyen pizza. Az eredmény az valójában 3 darab tábla lett, volt egy databínünk, egy headbínünk, illetve a kettőnek a kapcsolata. Hát végül is 3 darab tábla, mi az nekünk? Elbírja a szerver. Gondoltuk mi? Mert hogy? Utána számoltunk. Van nekünk egy head rekordunk. 600 Hz-en jön 5 csatornás EKG, ez 600x 5 darab adatrekord. Plusz ennyi a kapcsolók. Ez összesen 6001 inzer per másodperc per user. Ez a 6000, ez már egy hasonló bűvös szám, mint a 42 egyébként. Ilyen 6000 adatbázis update per másodperces rendszerekről hallott valaki már? Igen? Innét? Így van, tehát a CERN-ben, ahol igazából nagyon sok gép dolgozik, hát nem 10.000 gép, meg 10.000 gép 95 CPU-val, ugyanezt a 6000-et tudját, amit nekünk egyetlen egy felhasználónál kellett volna produkálnunk. Hát egy felhasználóból mi se éltünk volna meg, ezért valamit tennünk kellett. Hát az eredmény az lett, hogy nem így csináltuk a továbbiakban. Nem voltunk CERN-nel egy csapat, illetve egy szinten. És hát nekünk egyébként felhasználónként kellett volna ez a 10.000 szerver. Úgyhogy más megoldás kellett. A másik megoldás, amit megvalósítottunk, az annyi volt, hogy 1 darab bint csináltunk, egy ilyen head bint, és a kapcsolatát lecseréltük egy bytetömbre. Ebbe a bytetömbe beleraktunk mindenféle stream adatot, sőt, hogyha ez az egybe volt nekünk, akkor azt mondjuk, hogy ezt tömörítsük össze, ezt titkosítsuk le. Így egyetlen 1 darab adatbázis inzerttel kiváltottuk a másik 6100-at, és gyakorlatilag ugyanúgy tudtuk ezt a rendszert tovább használni. Talán még nagyságrendekkel kevesebb helyet is foglaltunk a Winchesteren. Ebbe a streambe beleraktunk egy JSON adatot, amit utána odaadtunk a felületnek, hogy jelenítse meg. Megspóroltunk 10.000 szervert magunknak. Jó, amit még raktunk a szerverre, az egy Liferay plusz egy webkonténer. Hát valamilyen portált szerettünk volna. Mindenki portált használ, miért pont mine azt? És hát mivel a portál és a Liferay is tud hitelesíteni egyenlő tartalmakat, egyedi funkciókat megcsinálni, teljesen megfelelt nekünk. Másképp egyébként, hát jávában olyan túl sok egyéb lehetőségünk ezen a platformon. Nincs is. És hát felmerült bennünk a kérdés, hogy itt van-e a vég? Hát a választ kedvenc mesemondónk adja meg, hogy á, dehogy. Ugyanis. Hát ez így még nagyon kevés. Van egy szép narancssárga portálunk, meg minden olyan, de még minden olyan szögletes, még minden annyira nyers. Össze-vissza ugrálnak az ablakok, és kéne valami CSS varázs, vagy bármi olyan megjelenítés, amivel az egész olyan felhasználó barátabb és habos-babos lesz. És majd délután beülünk Anikó előadására is, hogy megtudjuk, hogy mégis hogyan kellene ezt majd csinálni, úgyhogy ezt majd elmondjuk, hogy mit tanultunk. Jövőre. Na de akkor nézzük meg, hogy valójában mire is jutottunk, jó? Tehát onnan indult ki az egész, hogy szerettünk volna pénzt spórolni mondjuk az egészségügyben, legalább egy ilyen nagy zsákkal. Ezt mi úgy érhettük el, hogy a vizsgálatok egy részét az egészségügyi intézményen kívülre helyeztük,
Ennek köszönhetően elméletileg rövidebb a várőtermi sorban ülés, gondolom ilyennel már mindenki találkozott. A hagyományos vizsgálatoknál sokkal komplexebb vizsgálatokat vagyunk képesek végezni, és ennek köszönhetően, illetve ezeket az adatokat még emészthető formátumban is tudjuk hozni. Orvosoknak egy másik vágya volt, hogy valamivel rugalmasabban lehessen az időbeosztásukat, és ugye a tartózkodási helyüktől függetlenül tudják ezt a munkát elvégezni. Tehát ezek után megnéztük a saját adatainkat, az egészségügyi adatainkat, és hát úgy döntöttük ezek alapján orvosokkal konzultálva, hogy spórolunk pénzt, de mondjuk azon, hogy mi már tartós tejet nem veszünk, mert nincs rá szükségünk. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ma minket választott, és nem az új Válna második nyitónapján vett részt.